Újabb adományokat szállított a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete Kárpátaljára az orosz agresszió sújtotta Ukrajnába. A kamiont most a Miskolc televíziós stábja is elkísérte, üres utcák, sportcsarnokban összezsúfolódott menekültek. Operatőrünk első kézből tapasztalhatta meg a háború hátországának mindennapjait. Olyan, mintha semmi nem lenne. Békés, nyugalom. Még a Vöröskereszt munkatársait is meglepte, milyen üres és csendes az Ungvári utca. Az erkélyeken, ablakokban sárga-kék zászlók, Ukrajna ellenállásának szimbólumai az orosz agresszióval szemben. A Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének munkatársai ismét adományokat vittek a háború sújtotta országba. Az újabb, immár negyedik kamion múlt hét végén indult Ungvárra. Tolmács fordította az ukrán vöröskeresztes szavait. Most eddig a szásról elmondta, de hát a város megengedte nekik bekapcsolódni a városi áramszolgáltatáshoz, és akkor körbe a házak mögött, ahol tulajdonképpen ha este 6 órától 7:30-ig tulajdonképpen bekapcsolódik, amikor van, és akkor tudnak a menekülteknek teját megmelegíteni itt ezt az épületet. Egyébként azért nem kell nekik fizetni. A magyar vöröskeresztesek most tábori ágyakat is vittek, hogy segítsenek a Kelet-Ukrajnából érkező menekültek elhelyezésében, és pelenkát, tartós élelmiszereket, kisbabáknak szánt gyümölcspürét, tápszert is. Ott a keleti országrészt tekintve megint csak a fegyveres konfliktus azért egy belső migrációt jelentett az országon belül, legalábbis a tudomásom szerint, és hát nagyon sokan Kelet-Ukrajnából Nyugat-Ukrajnába menekültként, tehát belső migrációban mentek át, és hát az, ahogy meséltem is, hogy mi már akkor is segélyeztük az ukrán Vöröskeresztet. Padlóra terített pokrócok, egész családok egymástól mindössze pár centire. Ezeket a felvételeket rejtett kamerával készítette stábunk egy olyan sportcsarnokban, ahol akár hosszabb időre is maradhatnak a menekültek. Rengeteg a beteg gyerek és a beteg ember, az orvosi ellátás azonban akadozik. Itt olyan családok kaptak hosszú távú elhelyezést, akik valamilyen okból nem tudják elhagyni Ukrajnát. Arról, hogy mi minden tapasztalt a Miskolc televízió stábja Kárpátalján, bővebben is beszámolunk a híradó után a Miskolci Napló mai adásában.